és munkarend tapasztalatairól született felmérések alapján leginkább az derül ki, hogy irányítás és tervezés híján a távoktatás sikeressége nagyban múlik az adott iskola eszközellátottságán és a különböző tanárok kreativitásán. A tavalyi éve továbbra is csak általános iskola 5. évfolyamától kezdődően találhatóak digitális tananyagok. Az alsó tagozatos tanulók esetén a korosztályi sajátosságok kezelése nehéz helyzetbe hozza a pedagógusokat és a szülőket egyaránt. A pandémia egyik fő oktatási tanulsága az, hogy a kisebb gyermekekkel otthon maradó szülők leterhelése megsokszorozódik, hiszen a tanítás folyamatos odafigyelést igényel, ami miatt a munkavégzésük is korlátozott. A fiatalabb gyerekek közül kevesen tudnak önállóan tanulni. Az OECD 2020-as kiadványában is a magyar helyzet hiányosságait láthatjuk. Elmaradásaink vannak a differenciált oktatásszervezés, a tanári szerep átalakulása terén. Ilyen például a marginalizált tanulócsoportokra való különös figyelem, a pedagógusok digitális oktatásra való felkészítése, a tudatosan tervezett hibrid oktatás és a helyzet megkövetelte oktatási ráfordítások biztosítása. Szeretném megkérdezni tisztelt miniszterurat, hogy mikor valósul meg a NAT teljes digitalizációja, gondolva itt az önmotiváló tanulást elősegítő interaktív feladatok közzétételére, illetve hogy áll a pedagógusok felkészítése a digitális kompetenciák terén, kapnak-e érdemi segítséget ahhoz, hogy hogyan hasznosítsák a megszerzett ismereteket a saját szaktantárgyaik oktatásában. És végül, de nem utolsó sorban, hogyan garantálják az új közismereti tankönyvek szakmai színvonalát, miután kivették a köznevelési törvényből azt a kikötést, hogy a kormánynak ki kell kérnie a rendeletben kijelölt testület véleményét a tankönyvfejlesztés folyamata során. Tisztelettel várom államtitkár úr, miniszterhelyettes úr érdemi válaszát. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, képviselőasszony. A választ, mint említettem, Rétvári Bence államtitkár úr miniszterhelyettes adja meg. Parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház! Valóban idén jelképes az apácai díjat a gyerekükkel otthon tanuló szülők is megkaphatják, hiszen nagyon sokan vették át a járvány időszakában a tanároktól a feladatok egy részét, és a feladatok a tanároknál is teljesen újak lettek, nagyon sok tanárnak többlet erőfeszítése volt, hogy a diákokat digitálisan is tudja oktatni. A világ minden részén nyilván ez egy új feladat volt, pláne ilyen hosszan, több héten vagy több hónapon keresztül a digitális oktatás, ezért elismerés illet mindenkit, a diákokat is, a tanárokat is, a szülőket is, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodtak, de ez erre azért volt szükség, hogy időt nyerjünk a vírussal szemben, a járvánnyal szemben, és minél kevesebb találkozás révén tudjuk csillapítani a járványgördét. Ugyanakkor az elmúlt 10 év nem volt hiába való, tisztelt képviselőasszony. Amikor elindult 2010-ben a mi kormányunk, akkor a magyar háztartások 51%-ában volt szélessávú internet, ez 86%-ra emelkedett 10 év alatt, tehát igencsak megemelkedett a szélessávú internetre rendelkező családoknak az aránya. Ha az OECD, ön által említett OECD-nek a kimutatását nézzük, a magyar tanuló 98,5%-a rendelkezik internet hozzáféréssel a tanuláshoz, amíg az OECD átlag csak 96,5%, tehát jobbak vagyunk az OECD átlagnál is, köszönhetően az elmúlt évek digitális robbanásának. Itt azért volt egy digitális jólétcsomag és sok minden más, ami segített ebben. Illetőleg a tanuláshoz szükséges otthoni körülmények biztosítottsága az 90% fölötti. Ebben az OECD felmérésben olyan országokkal vagyunk egy szinten, mint Dánia, Norvégia, Svédország, Hollandia, Svájc, Ausztria, Finnország, Németország vagy Anglia, de megelőzzük Franciaországot, Spanyolországot vagy Olaszországot. Erre azért büszkék lehetünk, hogy digitalizáció terén olyan helyzetben voltunk most már a tavalyi járvány kitöréskor, ami biztosított bizonyos többlet feltételeket. Több 10 milliárd forintot fordítottunk digitális tartalomfejlesztésre is és eszközvásárlásra is. Az iskolákban sávszélességbővítés és mindenhol wifi kiépítésre került sor. Több mint 100 000 eszközt tudtunk kiszállítani, asztali számítógépeket, notebookokat, táblagépeket. Ezen kívül 8 000 eszközt a fenntartókon keresztül, több 1000 számítógépet pedig az akciócsoporton keresztül juttattunk el a járvány idején
további 18 ezer eszközt ebben a tanévben a Klebersberg központ tudott megvásárolni, így a kölcsöneszköz igényeket az iskolákban javarészt ki tudtuk elégíteni. A Nemzeti Köznevelési Portál vagy a Schrödinger Digitális Tudásbázison is ott megtaláltok azok a tananyagok, amelyek szükségesek a tanuláshoz. És itt egy valamire hogy hívjam fel a figyelmet. Amikor 2010-ben jártunk és piaci alapú tankönyvfejlesztések voltak, akkor a tanároknak még az is tilos volt, tisztelt képviselőasszony, hogy a piaci tankönyvkészítőknek az egyes tankönyv oldalait lefénymásolják a tanáriban, és azt kiosszák a diákoknak. Mert minden oldalát ezeknek a jogszabályok, a szerzői jogok védték, és még fénymásolni se volt lehetősége a tanároknak az iskolában használt tankönyveket. Ezzel szemben, amióta állami vezetés és állami fenntartású a tankönyvfejlesztés, azóta nemcsak, hogy fénymásolni lehet ezeket ingyenesen, de fel is kerültek digitálisan a Nemzeti Köznevelési Portálra, mindenki letöltheti és nyomtathatja szabadon. Diák is, tanár is, szülő is, érdeklődő is. Ez a különbség a piaci szabályokkal megbékjózott és a privatizáció áldozatául esett tankönyvpiac és a mostani tankönyvfejlesztés között, hogy most már olyan tananyagok voltak, álltak rendelkezésre, amelyeket akár digitális tananyagként, akár nyomtatott tananyagnak a digitális változataként mindenki ingyenesen használhatott és szabadon hozzáférhetett. Sokkal nehezebb helyzetben lettünk volna, hogyha a piaci tankönyvszolgáltatók diktálták volna a szabályokat, és nem lett volna ez mindenki számára szabadon hozzáférhető. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tisztelettel kérdezem képviselőasszonyt, hogy elfogadja-e a választ, parancsoljon. Tisztelt államtitkár úr, a válaszát sajnos nem tudom elfogadni, mert csak részben válaszolt a kérdéseimre. Én nem vontam kétségben, hogy a szélessávú internet elérhető, nem is volt benne ebben a felszólalásban, amit ugye előtte írásban hát ön már látott, hanem egyszerűen az egyéb kérdéseimre nem válaszolt. Én nagyon remélem, hogy az elmúlt időszakban is, ami még ezután következik, sokkal inkább fel fogunk készülni az esetleges újra tantermen kívüli oktatásra. Ha és amennyiben ez újra előfordul, akkor sokkal felkészültebben kell ezt hozzáállnunk. Én magam is gyakorló szülő vagyok, a gyermekem harmadikos, úgyhogy megtapasztaltam mind második, mind harmadik osztályban a tantermen kívüli oktatás hátrányait főként, és néhány előnyét is, ami igen kevés. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm szépen, képviselőasszony, tisztelt képviselőtársaim! Képviselőasszony nem fogadta el az interpellációra adott választ. Tájékoztatom önöket, hogy elfogadott napi rendünknek megfelelően az interpellációkkal kapcsolatos határozathozatalokra a holnapi ülésnapunkon kerül sor. Tisztelt képviselőtársaim! Most áttérünk az azonnali kérdések órájára. Arra kérdezik,